Szeretettel köszöntöm az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésünkön megjelenteket. A rendezvény kezdeteként énekeljük el a himnuszt. Számtalanszor hallottuk már, hogyan győzött a forradalom, kik és miként vitték győzelemre a nemzetérzéseit. Azonban, ha március 15-e pusztán egyszerű nemzeti győzelem lenne, csupán a magyarság egy dicső napja történelmi múltjából, ha nem lenne több, mint a magyar történelem egyik legjelentősebb forradalmának kezdőpontja, akkor nem emlékeznénk rá úgy, mint az egyik legfontosabb nemzeti ünnepünkre. 1848 óta 169 év telt el, sokféle megemlékezéssel és megszámlálhatatlan rendezvénnyel. Volt időszak, mikor betiltották az ünnepet, így csak csendesen, mindenféle külsőség nélkül emlékezhetett népünk a történelmünk éles napjára. Az akkor élt emberekkel mi maiak már nemigen találkozhatunk. Legendák élnek róluk, és a történelem meséli el krónikájukat. Március 15-e hatalmas pillanat volt. A nemzet nagy pillanata. A több évszázadnyi háttérbe szorítás után a nemzet megtalálta önmagát. Tudjuk, sokszor nem elég tüzet gyújtani, a lángok erejét meg is kell tartani. Ezt akkor, azon a márciusi napon sikerült is nagy elődeinknek megvalósítaniuk. 1848-ban az elnyomott népek és nemzetek egymás után álltak talpra, hogy kivívják függetlenségüket, jogaikat, és önállóan szabadon élhessenek. Ma ezekre a szép napokra emlékezünk. Szepszi Eleonóra, március 15, nemzeti szintfokádával ünnepelünk e napon, itt tiszlik a szívem fölött, büszke vagyok rá nagyon. Régen volt, a fiatalok szabadságot akartak, jobb életet mindenkinek énekeltek, szavaltak. Szabadságharc lett belőle, oda vezet sok élet. A hősökre emlékezünk, nekik zengjen az ének. Lentül a kardjú, csillag alapja, bátor huszárok készülnek harcban, dobban a patkó, indul a báta, halsan a kőcó, senki se gyápa. Pirkad a hajnal, nagy tüzet éle, felszabadítják a magyar népet. Naplók díszítik ma az utcákat végig, márciusi szélben szállnak fel az égig. Álljunk meg előttük, csak egy pillanatra, emlékezzünk vissza arra a nagy napra, az a nap a népnek szabadságot adott, mi sem felejtsük el azt a dicső napot. Tartra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés választatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Piros, fehér, zöld szín, ragyog a kokárdában. Piros, fehér, zöld szín, lobog a magyar zászlón. Piros szín a szeretetért és a szabadságért, fehér szín az emberségért és a barátságért, zöld szín erdőkért, mezőkért, rügyező hajtásért, reményteli, felvirágzó, szép Magyarországért. Zászlót készítettem rá,
rajzoltam, festettem, ahogyan csak tudtam, legjobban, legszebben. S fel is ragasztottam, vékony nyílt vágra, kizászlóval megyek ma óvodába. Egész úton vígan, lengetem a szélben, várom óvó nénit, megdicsér érte. Lóból járok, huszán lettem, a fejemre csákot tettem. Beszűr rajtam, nadrág mente, nincs is szebb a regimente. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Hernád Szent Andrásiak, ezek Széchenyi István gondolatai, és talán a mai naphoz illeszthetőek a leginkább, és üzennek. Tisztelnünk kell a múltat, hogy érthessük a jelent, és hogy munkálkodhassunk, és méltóak legyünk arra, hogy a jövőn munkálkodhassunk. 1848-49, 1956, 1989 nélkül nem lenne 2017. március 15-e sem. Ha visszagondolunk ezekre a sorsfordító eseményekre, az elnyomásból érkeztek. Az elnyomás életre hívott egyfajta összefogást. Az összefogás nem állt meg a beszédnél, cselekvés lett belőle. És a cselekvés hozott szabadságot, még ha néha ideig, óráig is. A cselekvés hozott változást. Hogyha valamelyik hiányzik, hogyha megszűnik a cselekvés, akkor nincsen változás. Ha megszűnik az összefogás, akkor jön újra az elnyomás. Mintha újra és újra élnénk, ahogy 1848-49-es időszak, 1956-1989, minthogyha ez a folyamat nem csak előre tartana, hanem ez újra és újra visszafelé is megtörténne. Nincs új a nap alatt. Ha visszagondolunk az 1848-49-es eseményekre, ha visszaidézzük 1956-nak az üzenetét, ha talán sokaknak nem csak történelmi ismereteiből, hanem személyes tapasztalatai vannak 1989-es eseményekről, akik ott színre léptek, mind-mind a saját értékrendjük szerint változást akartak, összefogtak, cselekedtek, és szerették volna megjeleníteni a társadalomnak az egészét, ki-ki a saját értékrendje szerint, de szerették volna visszatükrözni, szerettek volna azért tenni, hogy amennyire sokszínű a társadalom, ez jelenjen meg a döntéshozatal során. Ne éljen többé elnyomásban a magyar. 2017-et írunk, és nekem az jutott eszembe az elmúlt hetekben, hónapokban, talán mondhatunk éveket is, hogy az, hogy társadalomnak a képviseletének igénye a politikai elit részéről, ez teljesen visszájára fordult. Most pont nem azt éljük, és azt az időszakot éljük, akár kormányzat részéről, akár a politikai elit, ha nevezhetjük elitnek, tegyük inkább idézőjelbe részéről, hogy sokkal inkább zajlik az Magyarországon, hogy amit ők gondolnak, azt kellene, hogy képviselje a társadalom, gondolják ők. És ez még talán a kisebb rossz, amikor ez otthon a négy fal között fogalmazódik meg, ezekben a csoportokban, ezekben a politikai erőkben. Hogy jó lenne, ha azt képviselne a társadalom, és úgy bólogatna, úgy mozdulna, és úgy hajtana végre döntéseket, ahogy azt mi gondoljuk fönt, gondolják ők. És ettől még súlyosabb az az állapot, ahol azt érzem, hogy 2017 Magyarországában is vagyunk, hogyha ráadásul nem úgy gondolkodik és nem úgy cselekszik a magyar ember, akkor bizony jönnek olyan eszközök, amivel akár rá lehet kényszeríteni őket, hogy cselekedjenek és éljenek úgy, ahogy ők gondolják fönt. Ugye egy kicsit érezzük a kettő között a fajsúlybeli különbséget, és ezt üzeni 1848-49 szellemisége is, ahol kicsit a francia forradalom után, de valahol a szabadság, egyenlőség, testvériség szabadsága valóban, szellőssége, nyitása, levegője járta át az akkori Magyarországot is. Semmiképpen nem azt akarták, 1989-ben sem azt akarták, hogy az akkori, vagy az azt követő politikai elit majd oda rendeződjön vissza, ahonnan elindult. Hogy ő kérje azt a társadalomtól, hogy tessék úgy táncolni, ahogy mi fütyülünk. Ez soha nem vezetett jóra. Ahol megszűnik a szabadság, ott megszűnnek azok az energiák, amik a társadalmat építeni képesek tovább. Ha vissza vannak folytva energiák, erők, ötletek, kreativitás,
ami a magyarságot oly annyira jellemezte, akkor elindulnak a negatív folyamatok. Elindul az elvándorlás. Miért van az, hogy Magyarország valahogy kicsiny ország ellenére óriási számban és arányban adott kiművelt emberfőket, nem csak az országnak, hanem a világnak? Miért van az, hogy ezek az emberek nem hazájukban, nem Magyarországon építették föl jó értelemben ezt a nagy karriert? Miért van az, hogy most 2017 Magyarországán kevesebb olyan fiatal van, akiben ott a spiritus, ott a tenni akarás, ott a kitörési vágy, ott a tehetség, és ezt nem itthon kamatoztatja? Miért van abból több, aki ezt már határainkon túl kamatoztatja? Lehet azt mondani, hogy kinyílt a világ. Az Európai Unió szabad mozgást ad, lehet menni, lehet kipróbálni, lehet tapasztalni, ez igaz. Fontos is, hogy lássunk mást, fontos az, hogy befogadjunk máshonnan ingereket, tapasztaljunk más kultúrákat is. De nagyon nem mindegy, hogy azzal erőforrással hogyan bánunk és hogyan gazdálkodunk, ami Magyarországon adott. És nem csak a földben, a nyersanyagokban mérhető az az adottság, az a kivételes adottság, amivel Magyarország rendelkezik, az emberanyagban, ahogy szokták mondani, a szürke állományban, a szellemi tőkében, az emberekben is mérhető az az óriási erőforrás, ami talán Magyarország rendkívüli Európa kellős közepén. Nem tudunk ezzel jól gazdálkodni, és eltelt 27 év a rendszerváltás óta, és soha nem látott mélységekben vagyunk. Minden válság ellenére talán a legnagyobb válság az az emberi válság, a morális válság, azoknak az értékeknek a hiánya, aminél ne áltassuk magunkat, nem vagyunk egy szemerkényivel se jobbak, mint voltak elődeink. Kicsit az sejlik föl az ember szeme előtt, és egy kicsit Bródy János szavait, dalának egyik sorát idézve, hogy ezek ugyanazok. Érdekes volt a rendszerváltást látni, ahol, mintha másnak tűntek volna, lehet ezt a párhuzamot mondani, hogy léteznek a bárányok, de léteznek a bárány bőrbe bújt farkasok is, akik lehet, hogy ideig, óráig mutatják azt, hogy ők mást akarnak, és ők mások. De hogy telik az idő, és nem csak szavak vannak, hanem óhatatlan, hogy a cselekvés is előjöjjön, és azt gondolom, és a történelem is azt mutatja, hogy leginkább a tettek bizonyítanak. A tettek mást kezdenek mutatni. Mást kezdtek mutatni, és most már teljesen világos, hogy mást mutatnak. Egyre inkább a báránybőr levedlik, és ott vannak a farkasok. És az ezek ugyanazok, ez teljes egészében igaz, ugyanazok a reflexek kezdenek újra éledni, amik 89 előtt voltak. Ugyanazok az eszköztárak, semmiben nem más. Semmiben nem más. Fel lehet húzni magunkra mázakat, akár a kereszténységnek a mázát is, a szolidaritásnak a mázát is. El lehet mondani, hogy mi jót akarunk, lehet vidéket fejleszteni úgy is, hogy csak a falvakat kihagyjuk belőle, de mi a vidéket szeretjük és szeretnénk fejleszteni, lehet így is. De a történeleme fölött ítéletet fog mondani. A történelem erre azt fogja mondani, hogy más a szöveg, más a kommunikáció, és mások a tettek. Ez a magyar történelem, ez a tettekből épült föl. 1848-49-ből, 1956-ból, 1989-ből. És ami a legrosszabb, hogy úgy élte meg az 1848-as szabad mozgást és szabad energiákat és felszínre törő energiákat és annak a leverését, 1956-nak a nyitását és a leverését, úgy élte meg a magyar 1989-et, hogy valami újnak a kapujában van. És itt vagyunk 2017-ben, és a legrosszabb talán azt tapasztalni, ha kimondjuk, ha nem, hogy a legrosszabb talán, hogy már immár sokadszor a magyar történelemben a magyar embereknek a bizalmát lopták el. És ilyenkor úgy érzi az ember, hogy akár évtizedekre a jövőjét is ellopták. Ennél rosszabb, vagy ennél nagyobb bűn, ha lehet a bűnt rangsorolni, talán nincs is. Ez óriási felelősség. Mindig ezeknél az ünnepeknél eszembe jut a trianoni tragédia, ahol bizony külső ellenségekre mutatunk, ami miatt ez bekövetkezhetett, és igaz is. Ugyanakkor elfelejtjük és megint ringatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy nem létezik olyan, hogy belső trianon. 2017-ben talán nem túlzó, ha azt is kimondjuk, hogy ennek az időszakát kezdjük élni. Kezd szakadni darabokra az ország. Olyan csoportok szigetelődnek el egymástól, olyan erőforrások mennek tönkre, úgy roppan meg belülről az ország, ami, ne áltassuk magunkat, nem kívülről jön, nem mások miatt van. A belső szétesés miatt van. Amiatt van, hogy megszűnik az összefogás. Megszűnik a cselekvés. Kommunikáció van, szöveg van, víziók vannak, de egyre kisebb csoportoknak az uralma akar érvényesülni,
egyre nagyobb rétegek fölött. Rossz az irány. Mindig meg lehet állítani, és soha nem késő megállítani ezt a fajta folyamatot és szétesést. 1848 is azt üzeni, és ezt üzeni 56 is, ezt üzeni 89 is. Újra és újra neki ment a magyar ember, újra és újra neki lehet menni ezeknek a tendenciáknak, és lehet új szint hozni, új energiákat hozni. Viszont ki kell mondani azt is, hogy azokkal, akik nyugodtan nevezhetőek tolvajoknak, hogyha nézzük azt, hogy a bizalmat, a jövőt lopták el ettől az országtól, ezekkel a tolvajokkal nincs készfogás. Ők a múltnak a részei. Annak a múltnak a részei, akik fölött nem biztos, hogy nekünk kell röcsögni és ítéletet mondani, megteszi ezt majd a történelem. Meggyőződésem, hogy mindannyiunknak, kinek a saját helyén előre kell nézni a cselekvésre, az összefogásra, akár családban, kisebb-nagyobb közösségekben erre kell helyezni a hangsúlyt, és előre kell nézni, nem oldalra, nem hátra. Túl sok a panaszkodás, túl sok a nyavaigás, túl sok a hátranézés, túl sok az egymásra mutogatás, abból még nem épült jövő. Összekapaszkodásból és cselekvésből viszont igen. Új alapok kellenek, és ezek az alapok születtek meg 1848 talaján. Ugyanazok az alapok mentek tovább és fektetődtek le 1956-ban és 1989-ben úgy szintén. Jókai Móra Kőszívő ember fiai című művében így ír. Ó, a bátrak, az erős idegű emberek nem tudják megítélni, mi óriási heroizmus kell ahhoz, mikor egy ideggyönge ember elszánja magát, hogy oda menjen a veszély közé, mit az erősek kinevetnek, föl sem vesznek, de melynek jelenlététől a betegkedély pokolbeli kínokat szenved. Nem a bátraké, a félénkeké a pálma, kik rettegnek, reszketnek a golyófütyüléstől, de azért mégis neki mennek. Becsületért, szerelemért, hazáért, asszonyért. Ha hallgatjuk ezeket a téziseket és ezeket a vágyakat, nem tudom kinek mi jut eszébe, és ki jut eszébe ezekről. Politikai erők szabad versenyén alapuló parlamentáris demokráciát követelünk. Felelős kormányt, független bíróságot. Szabad piacgazdaságot, takarékos államot, virágzó vállalkozásokat, társadalmilag ellenőrzött privatizációt. Valódi önkormányzatokat, egyenlő lehetőségeket a településeknek, a megyei kiskirályságok megszüntetését. Demokratikus, ideológiamentes oktatási rendszert, az oktatási intézmények önállóságát. Gyermekeink által is lakható környezetet. Az államtól megszabadított egyházakat, egyháztól mentes államot. Bármilyen furcsa, 1989-et írunk, és azok, akik most kormányon vannak, pontosan ők követelték ugyanezt. Érdemes egy kicsit megállnunk és átgondolni azt, hogy hol vagyunk 27-28 évvel a rendszerváltás után. Mi is az a változás, ami ugyanazon csoporton belül lép benne? És miért van az, hogy 2017-ben ugyanezeket, amit akkor teljesen őszintén zászlóra tűztek, nekünk kell most újra zászlóra tűzni, mert nem itt tartunk. Ideig, óráig úgy tűnt, hogy megvalósul, és teljesen visszarendeződött. Pont ezeknek, amiket az előbb hallottunk, az ellenkezője az igaz. Van dolgunk bőséggel. Az egész országot áthatja a korrupció. Olyan szinten, mintha saját tulajdonnal bánnának, közvagyonnal, értékekkel, vidékkel, az országgal, mint a saját vagyonuk lenne, és át meg áthatja a társadalom egészét. És már-már szemet is hunyunk fölötte. 90-es években ezeknek töredékéért már nem kevés börtönbüntetés járt, meg nem merték ezt kockáztatni, nemhogy intézményes szintre emelték volna. Ha nézzük a jogalkotást, jogszolgáltatást, igazságszolgáltatást, megszűnt az egyenlő hozzáférés ehhez. Látunk politikailag végigvitt bírósági ügyeket. Nem érez jogbiztonságot és létbiztonságot sem a magyar ember. Amikor arról beszélünk, és megint csak visszanyúlva egy kicsit 1848. március 15-éhez, ott is már a sajtó szabadságát, a szólásszabadságot hirdették és tűzték zászlóra. Itt 2017-ben újra zászlóra kell tűznünk, mert nincs. Ha nézzük a médiumokat, miket és hogyan és mennyire irányítottan sugároznak, mennyire egyes érdekeknek mentén sugározzák és adják át a valóságnak vélt mondatokat, félrevezetve a társadalom nagy részét, óriási probléma. Mindig fölmerül a kérdés, hogy miért van ez így? Miért rendeződünk mindig vissza? Itt talán megállva egy kicsit,
beszélve arról, hogy mi lehet a jövőben, lehetne hosszan sorolni ezeket a folyamatokat és negatív tendenciákat. Egy biztos, hogy most 2017-ben vissza kell nyúlnunk 1848-hoz. Erőt kell merítenünk 1956 és 1989 bátorságából. Azokra az erőforrásokra, a fiataljainkra, az oktatásra, az egészségügyre, ami egyébként romokban, és minden szektort talán említhetnénk, újra nagy hangsúlyt kell fektetnünk, és újra kell alapoznunk, és újra kell ezeket építenünk. Szeretném azt hinni, hogy amikor akár újabb 27 vagy 28 év múlva ugyanitt fogunk állni, bízunk benne, hogy állhatunk még itt, akkor nem kell ugyanarról beszélni, hogy volt egy lelkes történet, volt egy felelkesedés, és ugyanoda jutott, ahonnan elindult. Ugyanúgy megszűnt a cselekvés, majd megszűnt az összefogás, és újra kivívta magának a magyar az elnyomást, újra és újra. És ne áltassuk magunkat, nem csak a politikai vezetésen múlik. Mindannyiunkon múlik. Megmozdulunk-e, megtesszük-e a saját dolgunkat a saját helyünkön. Felállunk-e azokból a fotelekből egy kicsit, ahonnan kritizálunk, ahonnan elmondjuk a véleményünket, jól megmondjuk, de amikor lenne lehetőség a cselekvésre, lenne lehetőség az összefogásra, akkor azt kívülről nézzük. Mindannyiunknak helye és szerepe van abban, hogy egy 1848 szellemiségéhez hasonló Magyarország épülhessen föl. A kardod leeresztve, vajon még meddig bírod, magyar? Mikor üvöltöd végre, hogy a nép több sanyargatást nem akar? Meddig tűröd, hogy maradt javait szerte hordják? Mit hagysz örökül, ha szemed mind kilopják, elrabolják? Ó népem, gyönyörű, bátor, nemes, harcos ősapáim, kik nem tűrtétek, hogy igába hajtson minden idegen. Most kifoszt, megrabol magyart a magyar nemzetem. Emeld fel a kardot büszke, őseit feledő magyar népem. Emlékezz Petőfire, Bemre, Aradra, mert én nagyon féltem, hogy drága hazánk, megmaradt kis országunk elvesztem. Hány százezren hagyják el, mint süllyedő hajót? Emeld fel kardod végre, védjed a magyar hont. Köszönöm, hogy meghallgattak. Út Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Ha elfogyott kettő-három, lesz helyette 13. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Kossuth Lajos nem lett volna, katona sem lettem volna. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára. Valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Kossuth Lajos író deár, nem kell még így érti a világ. Megírja ő a levelet egy ragyogó csillag mellett. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Nehéz idők, nehéz napok járnak, s az igazságtalanságok egyre jobban fájnak. Egykor boldicső múltunk, ma cérna szálon függ a sorsunk. Meddig tűrünk még? Meddig bírjuk? Ahelyett, hogy küzdenénk, ma csak sírunk?
hős elődeink az elnyomók ellen szabadságharcot írtak. Arról a korszakról nagyon sokan sokat megírtak. Nem véletlenül, hiszen 1848-49 emléke minden igaz magyar szívében örök. Népünket nem tudta megtörni sem tatár, se Habsburg, se török. Most mégis fejet lehajtva tűrjük az igát, ahelyett, hogy küzdelemben kiáltanánk, vivát! Kossuth, Petőfi és a többiek emléke mind példaképünk lehet. Megmutatták, hogy egy ember, egy nemzet a szabadságért mennyi mindent tehet. Hiába harcoltak volna, hiába ontották vérüket oly sokan, hiába, mert magyarságunkból ma szinte semmi jó nem fogan. Más nemzetek s a saját kormányunk szolgái vagyunk. A végtelen időben mi, ma élő magyarok, milyen nyomot hagyunk? Felharsanhatna újra, talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most vagy soha. Ha nem küzdünk önmagunkért, más nem fog értünk. És a történelem pedig feljegyzi majd, hogy mi, most élő magyarok, csak ennyit értünk. Legyen e nemzeti színrózsa, ajak a moríges babám csókja, ne félj babám, nem megyek világra, nemzetemnek vagyok katona. Nem kerestek engemet kötéllem, zászló alá magam csaptam én fel. Szülő anyám, te szép Magyarország, hogy ne lennék holtig igaz hozzád. Olyan marsra a lábam se billentem, hogy azt bántsam, aki nem bánt engem. Ne a szabadságért, ha egyízni, talpon állok, mint halálig bírni. Halnak, halnak, egyre halnak színe lángja a magyarnak. Itt is egy név, ott is egy név, hányat elvisz minden egy év. S aki még él, minden névnél összerezzen búsan árván, mint a néma lomblevél, ha egy-egy társa hull le sárgán. 300 évig várt rád nemzeted, nemrég jövél, s több század életed. Atyád a nép volt, nevelőd a vész, vész karja a legjobb baráti kéz. Véres pallos függ álmaid felett, de egy nemzet, ki őrzi éltedet. Hullám, mit a vértenger felvetett, hogy elmerítsd, vagy vidd fel népedet. Mi a szabadság? Isten szép ege, s lelked e kinőtt égnek gyermeke. Börtönbe láttad első sugarát, rabtársul ott találtad a hazát. S e két rab testvér szenvedése nagy, sok százados fájdalmak ajka vagy. Szellő, patak, tenger, villám, vihar, hogy sír a nemzet, sír rá a magyar. Beszélj! Beszélj, e nemzet téged ért, ad életet, vért, minden hangodért. Előre, új Washington, ez neved, vidd a szabad világban nemzeted. Belőled lesz minden nép zászlaja, utánad megy, mint árnyad a haza. Törd össze a zsarnokság láncait, emeld fel a népek szent trónjait. Teremts egy új hont, új hazát nekünk, te benned lesz halhatlan nemzetünk. Ha lesz egy nap, hol millió szemek, mint egy szívből egy könnyet ejtenek. Ha lesz egy sír, hol reményt nem lelünk, hisz életed örökké kell nekünk. Emléked
egy hazának fénye lesz. Soká mondjuk, Kossuthnak lelke ez. Talpra magyar, hí a haza, itt az idő most, vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés. Választhatod. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ős apáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldbe nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai pitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi? Mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveink. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Petőfi él, de nem mint hiszitek, nem mint bágyat tekintető öreg. A kor arcára nem vésett redőt, fehér hajjal ne képzeljétek őt. Fejét fennhordja most, szeme fényes. Oly fiatal még, csak 26 éves. Petőfi él, de nem volt soha rab, ne higgyétek, nem hord ő láncokat. Kard van kezében, ajkán harci dal, előre szágul, mint bősz vihar, és túlharsogja az ágyuk moraját, szent himnusza egy szó, világszabadság. Petőfi él, láng lelke fennviraszt. Vénség, halál, sohasem érik azt. Lázas szívével, ifjan, szabadon él, és fog élni, édes magyarom. Lesz trónok és országok pusztulása, de az ő sírja mégse lesz megásva. Száraz ágon hallgató ajakkal, meddig ültök csükket madara? Nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak. És ha elmúlt, többé vissza nem jő. A víg ének s régi kedvetek, legyen a dal fájdalmas merengő fiai. Csak énekeljetek. Nagy vihar volt, feldúlt berkeinken enyhe árnyas rejtek nem fogad, s ti hallgattok. Elkészültök innen, itt hagyanátok bús anyátokat. Más berekben másként szól az ének, ott nem értik a ti nyelvetek. Puszta bár az otthonos vidéknek, piaim, csak énekeljetek. Hozzatok dalt, emlékül a hajdan lombs virággal gazdag tájról, zengjétek meg a jövőt. Ha majdan egy kopár föld újra felvirul, de otokra könnyebben derül fény, hamarabb kihajt a hold berek,
a jelennek búját édesítvén, fiaim, csak énekeljetek! A bokor van itt az ősi fészek, mely növelte könnyű szárnyatok. Megpihenni most is abba tértek, bár a fellegek közt járjatok. S most, hogy a szél össze-vissza tépte, úgy tennétek, mint az emberek, itt hagynátok, idegent cserélve. Fiaim, csak énekeljetek. Letészem a lantot, nyugodjék, tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor, belőlem a szép szó kihalt. A tűz nem melegít, nem él, csak mint reves fájé világa. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Más ég hintette rám mosolyát, bársonypalásba járt a föld, madár zengett minden bokorban, midőn ez ajak darra költ. Fűszeresebb az esti szél, hímzettebb volt a rét virága. Hová lettél? Hová levél? Ó, lelkem ifjúsága! Nem így magánosan daloltam, versenyben égtek húrjaim. Baráti szem, művészi gonddal csüggött a lantos ujjaim. Láng gyúlt a láng gerjelminél, s egyé fonódott minden ága. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Zengettük a jövő reményét, elsírtuk a múlt panaszát. Dicsőség fényével öveztük körül a nemzetet, hazát. Minden dalunk friss zöld levél gyanánt vegyült koszorújába. Hová lettél? Hová levél? Ó, lelkem ifjúsága! Ah, látni véltük sírjainkon a visszafénylő hírt, nevet, hazát, s népet álmodánk, mely örökre él, s megemleget. Hittük, ha illet a babér, lesz, aki osszon, mind hiába. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Most árva énekem, mi vagy te? Elhunyt lelkeknek dalatán, mely temetőből, mint kísértet jár még föl a halál után. Hímzett, virágos szemfedél, szó, mely kiállt a pusztaságba. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Letészem a lantot, nehéz az. Kit érdekelne már a dal? Ki örvend fonnyadó virágnak, miután a törzsök kihal? Ha a fa élte megszakad, egy percig éli túl virága. Oda vagy, érzem, oda vagy, ó lelkem ifjúsága.